Szuszi chat. Nem tudom, megye. Jaj, megelesek. Na, az oda kéne figyelni. Mindjárt megnézem, hogy megye. Most meg Krisz ránéz. De elvileg, pillanatokon belül menni fog a stream. Itt van alamo. Mi? Itt van alamo. Na, megy elvileg. Na, szevasz chat. Hello, hello, sziasztok. Most valószínűleg egyébként a VOD. Vodon fogjátok ezt látni, mert nem hiszem, hogy élőben annyian néznétek hajnali háromkor, mert most hajnali három van. A vissza lehet nézni. A Vodon vissza lehet nézni YouTube-on. Nem mondok semmilyen utcaszámot, helyet, hogy hol vagyunk, mert nem publikus. Annyi a lényeg, hogy egy elhagyatott hotelbe fogunk menni, az sem biztos, hogy Pesten vagyunk. És igazából ennyi a sztori. És tudom, megyünk egyébként, körülbelül egy innen egy ilyen 15-20 perc út. Geng, ott megyünk. Most el leszünk. Vagy a muzsika, azt nem is. Olyan hideg volt, hogy fölhúztam a kabátot. Joker busz kösz a követést. Ja. Nem tudom, remélem lesz izé térerő végig. Mert nem, akkor szoptam a faszt. De mondom, hogy izé... Majd ha odaérünk, akkor Krisz majd ránézeget a streamre, hogy megye. Majd szólok neki néha napja, hogy nézzen rá. Egyébként... Ennyien vagyunk ebben. Hárman. És én leszek az egyetlen ember, aki nem fog tudni világítani sajnos. De itt három világítunk, ezt szerintem bőven elég, majd együtt mozgunk, és akkor az úgy jó lesz. Tehát, ja. Hát csak annyi látogatom, a kezemmel le fog fagyni az egyik. Mondjuk kéne valami állványt vennem, és akkor nem mozogna ennyire a kép, mikor sétálok. Mi? Könnyebb is lenne. Egyszerűen tudod így tartani, mint a két okos. Hát igen. Azok is így van egy ilyen állványuk, és akkor ők így tartják. És így, mert most nagyon mozog a stream, mert... Ne reméljük, hogy lesz net az egészségnek az lesz. Mert a net az lesz, izé, térerő legyen, az a lényeg. Az a lényeg. Itt van térerő. Legalább legyen térerőt. Itt van, itt, mert hogy ide itt nincs. Világítani. Ja. Szóval nem. Tehát ő térerő az jó. Szerintem ne váljunk ott szét. Mert én össze fogom szarni a gatyámat, de... Vélez az is lenne, én itt leszek. Tibivel együtt mozgunk mi, az fix. Együtt szarjunk már be, ne egyedül. Az hát, ugyan... Hádi csak Minecraft-ban láttatok, akkor majd... Na, ezt a kabátot, ezt eddig ugye most le is húzom, mert a derekam az úgy beállt, akkor így... Nem jó összehúzva a Jaj! Na... Tehát így úgy gondoltuk, hogy ilyen hajnali háromkor így elmegyünk egy elhagyatott hotelba. Amíg így se tűnik. Három emeletes elvileg. Előbb is akartunk nem menni, csak még töltöttük a telefonunkat, de nem erüljön, mert most nem azt mondom, miatt baj, ha nem erül, hanem az, hogy... Nem, akkor nem fog látni. Fontosabb az, hogy lássunk. Tehát nem tudom, mi vár ránk, egyáltalán, hogy nyitva lesz, ezt semmit nem tudunk. Mindannyian mosolyunk itt életünk be először. Tehát most egy ilyen kis utcában megyünk jelenleg végig. Most sem tudom, ez melyik utca, de teljesen mindegy. És mondom, a Vodon visszanézhető a stream. Tehát a VOD, inkább itt a VOD csatorna nézőit üdvözlöm. Aki nézi a VOD-ot. Ez a két lesz YouTube-on is, fakt, hogy ilyet a tél. Ja, így beátverek, ambasz meg. Elvileg most van térerő rendesen. De hát, nem tudom. Mit vársz Cidikém ettől a estétől? Szerinted milyen lesz? Be fogunk szarni? Nem tudom, én is tudom előre, hogy mi lesz. Én is most valaki téged vele vissza. Ő is, én is. Plusz a Krisztián, a moderátorom. Meg hát Tibike. Mert a másik Tibike. Két Tibi van, ja. Nyíri meg a izé. A barack néző. Így van. Tehát a Tibi az régen kurva sokat szerepelt már a videóimban, bazd meg. Tibi már nyugdíjba vonult. Nem, a nyugdíjba vonult. Csak van nem izé, telefonon. Csak láttok engem, azonban már így
Ma itt vagyok. Tibi már itt van élőben. Hú, tesó, nagyon megfájdult a derekamba, az meg. Ez kabát összehúzás, ez nem volt jó. Erdőszerűség lesz, fogja menni? Erdőszerűség lesz, hol vele fog menni? Tesó, nem tudom, mondom, életemben azt tudom, hol merre kell menni, ők vezetnek, csak olyan gyorsan, és nem tudom, hol futnak. Most megfordítom a kamerát, nézed, ott vannak, mi meg itt megyünk. Hova sietnek, nem is értem. Tehát, ja. De mindegy amúgy, mert jó amúgy. Most elom is 58%-on van, majd szóval nagyon megrakom, hogy a fényerőt lejjel veszem. Csak akkor a csetet nem fogom látni, de annyi baj legyen. Örülök, hogy addig felszólt szólítani. Ja. Tehát ne haragudjatok, még egyszer mondom, kicsit mozog a képernyő, ott bent majd a hotelben majd próbálunk stabilan kamerázni. Inkább, hogy élvezhető legyen. Most itt annyira nem tudok. De igyekszem mindenféleképpen, jött normális csat. Most is próbálom egyenesen tartani. Ők ketten leszek, hogy itt leszünk. De csak nem válunk szét. Hát úgy lenne. Az baj, hogy ebből a két okosból, ez kettő két okos amúgy, kinézem belőlük, hogy hogy be akarnak minket szeretni, az a baj. Mert ma már amúgy, ez off-stream amúgy, kibaszott sokszor basztak át mai nap már minket. Leszálltak hamarabb a buszról, mint mi. Mi fönnmaradtunk a buszon, nem is szóltak, hogy leszállnak, csak direkt, hogy megszopassanak minket. Ja, másik megállóra szálltunk le. Persze. Voltunk a Budai várba, ott is. Ott is elég rendesen. Kilapított el egy csigátosok. Na mindegy. Na itt van egy jó kis fény. Láttok engem is most már. Na merre mentek? Azért itt nézd őket, merre mennek majd. Nem tudom. Nézzem, azért nem csak követem. Ja. Hát, haverom megkért, hogy pontos utcát nem mondjak, hogy merre vagyunk. Annyit tudok mondani, hogy Budán, valahol. Na, Buda az nagy hely, tehát az nem baj. De hát, igazából könnyű megtalálni, mert igazából YouTube-on megírjátok, hogy beírjátok a budapesti Google-be, tök mindegy budapesti elhagyatott hotel. Biztos, hogy fogja adni, mert szerintem nincs ebből olyan sok. Nincs, de azért kiadja, amit. A lényeg, hogy hotelt nézzetek. És ha akartok, hogy most megnézzük, hogy nyitva van-e. Ha nyitva van, azt tudod, ez lenne az. Ez is valami elhagyatott hely lehet amúgy, nem? Nem. Hát, a kamerán nagyon nem jön el. Nem elhagyatott, mert a világ mit látod. Ja. Ja, tényleg. Tehát nem tudom most. Én sem tudom, életemben nem voltam erre fele. Szevasz, Dani, szevasz. Puszkállak, hogy benéztél. Gyorsan vázolom neked is, hogy mit van, hogyha nem hallottad, nem tudnád, hogy szoszi van. Ilyen streambe elmegyünk egy elhagyatott, mi ez, hotelba. És jó, ja, és ez a Maps-en, úgy, három emeletes, plusz van benne egy garázs alul, meg egy pincerész. Elég nagy hely. És gondoltuk, hogy elmegyünk egyet IRL-be, mert miért, ha? Ha szeretnél, van kedved, vagy időd, nem tudom, holnap sulizol-e, vagy dolgozol-e, nem tudom, de ha van kedved, akkor tarts elünk, mert izgalmas lesz, mindjárt ott vagyunk, kb. 10 percre vagyunk onnan. Három haverommal megyek, tehát amúgy nem rossz. Jó lesz amúgy. Nyilván, ha valamiben történne, akkor mondok persze pontos címet, hogy hol vagyunk, hogy tudjatok hívni oda rendőröket, de potyára ne. Csak a baj van tényleg. Itt vagyunk négyen, nem lesz semmi baj. Ja, de hát tényleg négyen vagyunk, abból két ember ütőképes, tehát ezzel most nem lesz probléma. Hát én nem is félek annyira, figyelj, mert annyi elhagyatott helyen voltam, tehát voltam már az elmegy úgy intézetbe, de hát ezt ti tudjátok, mert ugye a két okos. Ja, Tibivel voltunk, amúgy Tibivel vettünk fel ott egy közös videót, még nyáron vettük fel, nem? Nyáron lehet ki lesz rakva. Hát nem tudom, én meg kell nézni, hogy megvan-e a felvétel, nem emlékszem. Ha megvan, akkor még lehet kiteszem. De amúgy a YouTube csatornámon már kint van egy új videó, január 1-én tettem ki. Két okossal voltunk a Azaz. Várjátok a pillanatra itt. Most tehát pillanat megakad a stream, akkor indítsátok újra, csak itt be akarom állítani, ne zavarjanak. Üzemmódot. Nem szívesen örülnek neki, hogyha leállna a stream vagy valami. Hát ők mennek túl gyorsan, mint teljesen normális tempóban itt be. Fussunk.
nem történik semmi még. Kicsit próbálunk közelebb jutni a társainkhoz. Mindig maradjunk együtt, ez a lényeg. Ők... De mennyi sétáltak a szalag? Vigyázz! Jaj! Jaj! De ti amúgy miért mentek ilyen gyorsan? Lassuljatok már le! De az én cigis tüdőm nem bírja azt a tempót, gyerekek. Szerintem az én nem bírja a tempót. Jaj! Itt hány perc amúgy? Itt a busz megálló. Jaj! Mennyi? 5 perc. 5 pécset. Ha úgy látom, hogy benn nincs térerő, akkor leállítom a streamet, és akkor videót csinálok ebből. Mégis akkor már elkezdtem. De szerintem nem a térerő. Hát, tehát az lesz, de térerő nem biztos. Hallod, Krisz? Majd ha miért bemegyünk rá, nézel a izére, hogy jó-e? Valami óvoda van, vagy játszóház kölyköknek. Nem mondjuk egy fenyit, mondjuk, hogy valami telepen vagyunk most. Ja, hát most nagyon nem láttok engem, mert itt nincsen lámpa, ami fény, amit beszűrődne. Mert még teljesen normális utcán megyünk, tehát... Jaj, de saras beszél. Szóljunk már amúgy egymásnak, tesó, hogyha van valami sár, vagy... Az meg, telibe az összes sárba beleréptem. Segítsük egymást ezzel, hogy szólunk. Most itt egy csapatot alkotunk. Főleg úgy, hogy így abúgy se látok. Nem, hogy még itt a telefonom így kivakít engem, tehát így még jobban nem látok semmit. Azért lehülök csak, mert előfutottam aztán. Hú, nem bírom a futást. Mondom, igyekszem stabilan tartani, most itt nem annyira stabil, mert most nem érdekel itt annyira, de majd odaérünk ott. Fix, stabilan fogom tartani az egészet, tehát ez nem lesz probléma. Jó lesz. Látom előre, hogy jó lesz. Jó para. De mutatom nektek, teljesen normális utcába megyünk. Alkomat nem tudod látni. Még ilyen csúnya vagy, azt tudom, hogy vagy mi? Nem. Tikit és fotörzs, beszarsz. Jó, figyelek rá. De csúszós nagyon? Hát, mindegy, mert így is arra se cipem, mert tök mindegy. Csak pofára nem akarok baszódni. Hát ide normális utat nem igazán építettek kicsit. Itt ez a probléma. Hoppa, kicsit megcsúsztam, de mindegy. Ott meg már elfogyott az út, kimegyünk az úttestre. De hát nem jár erre olyan autó. Tehát, de így legalább több a fény is. Tehát egy fokkal végül is jobb. Hát a kaverjaim már megint hol járnak, te beszarsz, hogy ennyire sietnek. De jó lesz, amúgy várom, amúgy nagyon. Majd mondom, mi az, még bemegyünk, megnézzük a streamet, még bent is majd ránézünk. És akkor, ha úgy van, akkor ha nagyon nincs térerő, max a pincében nem lesz szerintem, azt akkor engedjük el, de szerintem lesz. Az elhagyott ott elmegy gyógyintézetben volt, ami tényleg a semmi közepén, tehát itt azért vannak lakóházak, tehát itt laktak rendesen emberek, tehát ez nem egy hegyen van. Ott viszont a hegyen voltunk fent, az elmegyógyban egy hegyen voltunk, egy jó nagy hegyen. Igazából nagyon házak nem voltak, volt összesen vagy 4 ház. Egy erdő közepén voltunk, és ott volt rendesen amúgy térerő, tehát ha egy olyan helyen volt, akkor amúgy... Mögöttem valószínűleg egy autó fog jönni. Aha. Vigyázzatok, kocsi! Elmegy az autó. Mondjuk itt addig föl tudok menni, úgy van.
Várjuk már, gyerekek, várjuk már be! Itt elmegy az autó. Jó. Jó, van, sikerült följön, a milyen se volt még sűrűn. Na most ilyen nagy embernek hiszem magam. Aztán ide leburulnék, az kicsit se esne jól, tehát így fönn megyek, itt egy ilyen domb. Jó, hogy már megyünk is le, akkor minek jöttünk föl, gyerekek. Jó, akkor lejöttünk, amúgy ott mentünk fönt előbb. Már amúgy mindjárt ott leszünk. Előbb volt ott 5 perc, azóta még kicsit kocogtam is, tehát szerintem már csak ilyen 1-2 percet, kb. Egy utcára lehetünk. Ránézzük arra is, hogy 100%-on vagyok. Ó, nem merülök. Most amúgy azért jó nekem, mert én régebben itt a telefonos Streamlabs-en live voltam. Még kicsivel régebben. Mielőtt elkezdtem itt az IRL streamelést komolyabban venni. Streamlabs-en streameltem, és hát az egy nagyon felforrósította a telefont. Chatet nem láttam rajta, alertek nem voltak. És néha beleagolt a stream. Nagyon merített a telefon, nagyon szar volt amúgy. Szeretjük azt, annak ajánlom a Streamlabs-et telefonra, akik ezt komolyan veszik, és tényleg komoly telefonja van. Tehát ezt ne úgy gondoljátok, hogy nekem ugye Redmi Note 11 Pro-m van. Közben megérkeztünk a hotelhez. Hát itt most megmutattam a távladat, ki van írva, hogy melyik hotel ez. Meg azt sem biztos, hogy nyitva van, csak semmit nem tudunk. Ez most fog kiderülni ebbe a pillanatba. De ez egy 3 csillagos hotel, ezt itt a táblán kiírva láttuk. Tudjátok, mit lesz, arra megmutatom. Az a tábla jelzi nekünk, hogy római hotel. Meg kell mutatni, hogy azért legyen már valami content is. És annyi a lényeg, csat, hogy áttértem erre a Twitch-es verzióra. Tehát a Twitch-nek is van ilyen streamelés, ezt én eddig nem tudtam, ezt most tudtam meg egy 2 hónappal ezelőtt. És hát ennyi a lényeg, hogy én most már a Twitch-nek a streamelési broadcast-ével úgymond streamelek, és itt ki lehet választani, hogy tökéletes, mindenkinek ajánlom, Twitch-en belül telefonon be tudtok lépni. És tényleg csak ajánlani tudom, mert igazából az a jó benne, hogy nem kell állítgatni semmit, minden jól van, a telefonodhoz méri a beállításokat, és igazából még az is jó benne, hogy valamit Tibi mutogat, de itt van a hotelcset, elvileg. Korom sötét van, tehát mint a lámpa felett oda, de amúgy minden nézze nagyon nagy épület. Hát megmutatom nektek, csak nagyon nem fogtok bele sokat látni, ez a baj. De már ittentől kezdve mutatom. Minden lényeg, hogy azt használjátok, hogy streamelni akartok, tehát ez az elvileg. Tehát ez az itt. Hát 3 emeletes körülbelül, és nem kicsit ott a hold világít. Nem kicsit ijesztő. Itt ez az épület, ez chat nektek, ezt így mutatom. Tehát hát nem tudom, hogy bemerjek-e menni. Chatet, de remélem többiek megvárnak minket. Kicsit futok, mert ezek tényleg be akarnak szopatni, és nézzétek meg chat. Ez látszik, hogy hotel, és nagyon nagy. Elképesztő nagy. Kicsit már így a látványától be vagyok szarva. De hát, most mi van, chat? Tényleg. Bármit látok, 112-t, adjátok meg nekik, hogy hol streamelek, és akkor ennyi. Ez nagy épület, te hülye. Ez elég az épület. Az a nap feeling miatt marad? Mindenki kapcsolja be a kózét. Ránéztem, jól van. Jól megy minden? Nem? Szia. Jó, azt te vagy, Krisz, jó. Megyünk be. De várj, ne gyorsan, gyerekek, ne siessünk. Jó? Ne siessünk. Szép lassan, ne maradjon le senki. Tibi, szép lassan, ne maradjon le senki. Meg a kamerából, hogy tudjuk, egy Krisz, nálad van fény, nem? Jó, akkor én fogok mögötted menni, te leszel az én lámpásom, jó? Hogy streambe tudjam mutatni a dolgokat. Annak ki van kezdve? Ott
Trizenétől már beszart. Nagyon vigyázzon, ez kurva nagy. Ez magas? Akkor egy tanulat megfogod, Krisz, és akkor le tudok könnyen ugrani. Csak annyi, hogy ne forgasd el, Krisz, jó? Hát ez a biztonság kedvéért. Hol kell bemenni, azt nem tudjátok? Krisz, figyelj, te ne siess, jó? Mert a te lámpádba veszem fel a dolgokat, jó? Mert ugye nekem nincs lámpám. Nekem mindegy, csak te ne maradj, te maradj mellettem mindenképp, mert neked is jó a fényed. Ötös fény. Ez ilyen rutin. Magasra vedd, amennyire tudod. Ez az ötös. Max, vedd le a fényedet a telefonodba. Ez nem a izébe, a kuban, hanem a telefonba. Hogy tudjam mutatni a cetnek. Ennyit van a vízbe. Jó, az úgy jó. Úgy is csak lényeg, hogy mit látunk itt. Valaki menjen előre. Hát figyelj, Krisz az nem megy előre, mert az, megyek előre, de akkor jövök vele egyre. Látjátok hátulról. Hátulról mit érünk? Tök mindegy, én megyek Krisz mellett, gyerekek, várjatok. Mi menjünk előtt, jó ötlet, gyerekek, szakszét fogunk szarni meg. Most ez a max fény, ugye? Aha. Csetet egy előre, így nagyon semmi nincs. Majd... Ezt nem tartom ötletnek, hogy pont mi megyünk elő, de... Na ezt most hagyjátok abba, bazd meg, majdnem legyomtam a streamet, de kutyatok már meg. Én a szívgörcsöt kaptam. Forholtó. Krisz, esélyes előre maradjál mellettem. Csak hogy néha világítsunk hátra is, hogy nem emházból is jönne valaki. Kamera, világítsatok már nekem, mert én nem látok gyerekeket. Egy ajtó. Krisz! Te Krisz, nem látok! Maradj már mellettem, érts már egy tesó. Te mellettem leszel, de nem látok nekem. Ó, itt az ajtó, bele. Itt az ajtó. Akkor kezdődik a paracset. Krisz, te maradj mellettem végig, jó? Mert kell, jó, mert nem fog. Menj már, Tibi, fasz, ijeszgetsz, keci. Rossz? Hát mi a fasz ott? Nem tessék, van, ez egy csipsz is. Ajtó csukjuk be, hogy halljuk, hogyha valaki bejön. Vagy ne csukjuk be, azt a rögtön szerintetek? Bukóra hagyj nyitva, tehát ne teljesen. Megyünk, Cset. Mutatok mindent, amit csak tudok. TV? Azt mondjuk nem tudom mi. Te üzenet, azt nyomjuk ki itt. Tehát egyet beszéljünk meg, bármi van, nem futunk el, mert én nem tudok gyorsan futni. Nem, bármi van. Kiállunk egymásra, jó? Nem tudunk el. Tehát nem futunk. Bármi van, nem futunk. Itt a cipő. De nem a Tibi menjen elől, hanem az a Tibi menjen elől, aki tud ütni is. Nyíri menjen elől, gyerekek. A Nyíri menjen elől. Nyíri menjen elől. Azt meg anyám hív, a legjobb kor.